szabadalomhoz szülünk. Persze majd is innen is érkezik. Jöhet. Majd a lúgyai. Jelány Imre. Kermen Dániel producer. Pap Szilvia Vádó. Sem az operatőrök végtelen listája. Szilágyi Gábor. Gajdi Sári. Kárkovács Ákos. Kiseleti Márton. Pásztor Péter. Szalai Már. Tóth Levente. Tímár Gergely. Jöltön Flóra. Helyük Betti. Zándoki Bármint hangmérnök, Polgár Csaba, Bóki Fuller, András Jöldjük Sajtó, Labás Viktor, Tesszer Talács és Lukács Zsófia, Lakás Nagyus, Filmklubos, Forgalmazás. Azt kell mondjam, hogy ekkor tapsilata a színepest történetében én még nem láttam. Innentől adódik az első kérdés, hogy nehéz elviselni ezt a nyomást, ezt a óriási sikert? Nem. Van kérdés a közönségből? Szerintem biztosan. Na jó, akkor még egy. Van, tessék! Nem tudom, nekünk jót tett. Kicsit volt egy kis terápia jellege is a dolognak. De azért azt szeretném hozzátenni, hogy ez egy fiktív történet, tehát nyilván sok minden. Nem dokumentumfilmet láthatunk ma este. Az ötlet... Hát, ez egy színházi előadás volt eredetileg, és gyakorlatilag itt vannak azok a személyek, akikkel közösen kitaláltuk. Erika, aki az Ernellát játszott, sajnos ma este nem lehet itt, mert azt hiszem, hogy itt lesz később, de még nem ért ide, mert előadása van Budapesten. 79 kilométerre van. Igen, most akkor nem sokára megérkezik. Tehát együtt találtuk ki, én írtam ugyan a forgatókönyvet, de mindig megbeszéltük azt, hogy milyen irányba menjünk tovább. És ugye az volt a felvetés, hogy most beszéljünk, általában az kéne, hogy legyen, csak nem mindig nehéz ezzel konkurálni. Tehát ami most mindenki számára ugye a leg
érdekesebb, vagy egy fontosabb mondandó, a párkapcsolati válságig elég, vagy párkapcsolati ügyekig elég gyorsan eljutottunk is a gyerek nevelési ügyekig. A szülő konfliktus a gyereknevelés kapcsán. Ugye Dobai is, Szabó Domokos, ő is kisgyerekes, a Gelányi, aki itt csak egy kis szerepet játszik, de az előadásban ő játsza a Brunót, tehát felnőttek játsszák a gyerekeket. Mindannyiunknak kisgyerekeink vannak, és hát amik itt motivumok felmerülnek, azok nyilván több családból merültek föl, sok mindent én tettem hozzá, úgy fűztük össze. Mert arról akartunk beszélni, ami a hétköznapjainkban történik. Túlságosan absztraktnak találtam a nagy társadalmi témákat, amikhez nincsen személyes kötődése. Mert a hétköznapját, hogyha kiiktatom az internetet, akkor ezekről a dolgokról szól, és erről szól az életünk. Percről percre, óráról órára, napról napra, hétről hétre, és ezek mellett általában el szoktunk menni. Azt szerettük volna, nem volt egyébként egyáltalán egyértelmű, hogy ebből bárkit is értekelhet az egész, mert ezek annyira hétköznapi dolgok és annyira unalmasnak is tűnhetnek, hogy egy film 80 percét egyetlen lakásban, egy színházi előadásban nem biztos, tehát nem feltétlenül gondolhatja ez az ember, hogy ez szórakoztató is lehet, de most sült el is. Azt szeretnék, bocsánat, akkor még tovább fűzném a dolgot, tehát és akkor utána eldöntöttük, hogy amikor megcsináltuk az előadást, hogy igazából itt vagyunk egy páran. Ez a társaság, aki itt összegyűlt, ők a tanítványaim a Budapesti Metropolitán Egyetemről, operatőrszakos hallgatók, ők fényképezték a filmet, és ott a sor végén pedig a lakás forgalmazásért, illetve forgalmazásért felelős szakemberek állnak. Tehát így vagyunk összesen, ezt a filmet így csináltuk nagyjából diákok és család és barátok. Pénz nélkül. Ebben gyakorlatilag nem is. Nem nagyon volt tehát állami támogatás egyáltalán nem volt benne, a Herfer Dánielnek köszönhető az, hogy az a készpénz, ami rendelkezésünkre állt, az meglett végül is. Saját lakásunkban forgattuk le. Egy teljesen, hogy mondják ezt a műfajt, No budget, mozi. Köszönöm. A kérdés? A forgatás 14 napig tartott, és volt 3 pótnap. És hát a vágást azt a Vibőácsi, ő neki is kisgyereke volt, amikor vágt, tehát hogy akkor tudtunk vágni, amikor éppen sikerült vagy mamát vagy papát megkérni arra, hogy vigyázzon a gyerekre. Mi éppen dolgoztunk Domával egy építkezésen, akkor már nagyjából minden tartalékunkat feléltük. Tehát én jöttem az építkezésről, a Vivi, a gyerek, valamikor ott játszott a gyerek. Tehát egy kicsit ilyen, hát ilyen hobbi tevékenységnek tűnt a dolog. De gyorsan ment, tehát 14 nap, 20, nem tudom mennyi ideig vágtuk, hogyha így az órák számát összeadnánk, az nem olyan sok, tehát gyorsan elkészült. Az egész, ja, nagyon fontos információ nekünk, hogy ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a mai nap, egy évvel ezelőtt, pont a mai napon fejeztük be a forgatást, szeptember 15-én. És egy év múlva futott vissza, vagy tért vissza. Ezt nem terveztük, nem tudtuk, de. Itt ugye a 14 nap forgatás, 13 operatőr, nem vagyok egy nagy matekos, de hogy jött ki? Hát volt, akinek hosszabb jelenete volt, és két napot, vagy bonyolultabb volt. Én már nem tudom pontosan, felosztottuk az operatőrök között a jeleneteket, és mindenki kapott egy vagy két jelenetet, vagy egy vagy két összefüggő blokkot, és akkor így váltották egymást, ugye nem volt mindig mindenki ott, ötös csoportokban dolgoztak, és aki éppen nem volt kamera mögött, az vagy az élességet húzta, vagy világított. Egyébként mindenki éles, ugye egy ilyen típusú filmet, a stáb nagyjából 100 ember szokott lenni, mi általában a forgatáson 15-en voltunk, ez azt jelenti, hogy mindenki legalább 5-6 funkciót ellátott. Ugye a szendvicsek kenésétől kezdve
Egyébként az étkeztetés is az úgy ment, hogy a szomszédságot felhívtuk, a barátainkat, és megkérdeztük, hogy aznapra tud-e valaki főzni 15 személyre. És mindig jöttek ilyen lábasokkal ott a szomszéd utcákból, kedves emberek is, és hozták nekünk a kaját. Van kérdés? Tessék, Ebben nincs improvizáció. Tehát ezt én nagyon pontra írtam ezt a szöveget. Voltak rossz tapasztalatok az improvizációval, csináltunk filmet, előadást is, ami improvizációban alapul. Valamikor jó eredményekig el lehet ütni vele, de ötször annyi munka nekem azt a rengeteg improvizált szöveget átfésülni, átírni, kiírtani belőle a felesleges dolgokat, egyszerű volt megírni, és inkább széttörteltem a készeírt mondatokat, hogy az élő beszédhez hasonlóak legyenek a szövegek. Tehát ezek még a hibák is be vannak gyakorolva. Tehát és erre volt azért idő, mert 30-szor játszottuk az előadást, mielőtt elkezdtük volna. Ja, nem is volt annyira idő, mert 3-4-et játszottunk, hát próbáljuk előtte, próbáltuk. Egy 6-7-es próba folyamat azért megelőzte az egészet. Hát igen, az volt a kérdés, hogy tényleg vezetek el apró, tehát körülbelül, hát kb. Olyan idős korom óta, mint Luisa, ő most 12 éves, ő is vezet, azóta én vezetek. Igen. Kérdék. Akkor én kérdezek egy az, amíg jön egy olyan, próbálok a többiektől kérdezni. Igen, kikészítettünk oda egy kis sarkot, ez az Ernelláék sarok, ott kint az előtérben. Ott lehet fotózkodni és lehet pálinkát inni. Van valami fekete rizsi pálinka. Úgyhogy welcome, mindenkit szeretettel látunk ott, és nagyon szépen köszönjük a megjelenést, köszönjük a fantasztikus tapsot, nektek is köszönöm szépen a munkát, és jó éjszakát kívánok!